Sziasztok! Szeretném röviden megmutatni nektek, hogy miként működik a Tolki interaktív hangoskönyve. A 8 éves lányom itthon eléggé rákattant már ezekre a könyvekre, és remélem majd a ti csemetéiteknek is bejön majd. Ez az Állatok Világa könyv, és lássuk, hogyan is működik. Ezt az eszközt nevezzük tollnak, és fontos, hogy a toll az csak a szettekben kapható. Szettet viszont elég egyszer megvenni, utána már csak a könyveket kell vásárolni. Na lássuk is, bekapcsolom. Köszöntelek a Tolki interaktív hangoskönyv olvasói között. A kezdéshez érintsd meg a könyv első oldalán található bekapcsolási ikont. A toll nagyon érthetően elmondja, hogy miként működik, így a gyerekek önállóan, könnyen és gyorsan megtanulják a használatát. Mindig ez az első lépés, mert ezzel mutatjuk meg a tollnak, hogy melyik könyv hanganyagát kell használnia. Ugyanis mindegyik könyv rajta van az Állatok Világa olvasói között. A tollon. Ha tudni szeretnéd, hogyan működik ez a könyv, érintsd meg ismét a tollal a bekapcsolás ikont. Bármely képhez elég oda tartani a tollat, és mi dönthetjük el, hogy a képen látható állat vagy a növény nevét szeretnénk meghallgatni, vagy éppen érdekességekre vagyunk kíváncsiak, esetleg a hangjukat szeretnénk hallani. Nézzük is meg példák. Szeretnéd megismerni az egyes állatok nevét? Fácán. Karvaj. Szajkó. Na nézzük, mit tudunk meg ezekről az állatokról. A szajkót az erdő őrszemének is nevezik, márpedig jó okkal. Ha egy ragadozó vagy egy ember a közelébe kerül, a szajkó hangosan rikoltozni kezd. Ez felhívja az erdő lakóinak figyelmét. Akkor meg is hallgathatjuk, hogy milyen hangon rikoltozik a szajkó. Ha szeretnéd Hát valóban elég riasztó. Igazándiból a könyvnek a legnagyobb érdekessége, vagy azon kívül a sok tudáson kívül, amit belőle megtanulhatunk, hogy van benne egy kvízjáték, és a gyerekeknek ez jön be legjobban. 3 fokozatban lehet játszani, és ki is próbálhatjuk. Vegyél részt egy egyszerű kvízjátékban. Keresd meg a szárcsát. Na lássuk. Keresd meg a szürke gémet. Nagyszerű. Keresd meg a kecskebékát. Igazándiból még hosszú percekig, sőt, akár egy óráig is mutogathatnám a szövegeket, meg hogy hogyan működik ez a könyv, de talán ennyiből is átmegy, hogy nagyon jó kis játék, vagy nagyon jó kis szórakozás ez a gyerekeknek.